Üdvözlöm Önöket, kezdődik a kilátó. December 14-én ül össze az évben utoljára a Miskolci Közgyűlés, a legfontosabb téma a város költségvetése lesz. Erről beszélgetünk a következő percekben két vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Simon Gábort, velünk a város frakció vezetőjét, és Szarka Dénest, velünk a város frakció vezető helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért most, miért évvégén tárgyalnak a következő év költségvetéséről, hiszen a megszokott rend az általában nem ez szokott lenni, hanem az, hogy a következő évnek az elején tárgyalják meg ezt. Igen, ez biztos, hogy egy fontos változás, és ez egy komoly unikum Miskolc város történetében, hogy most idén először a város közgyűlésének lehetősége van arra, hogy már decemberben elfogadják a költségvetést. Nyilván ennek az alapja az, hogy a sarokszámoknak ki kell alakulni, állami normatíváknak, bölcsödei normatíva, óvodai normatíva, szociális ellátás normatívái, és ugye mivel ezt régen a parlament decemberben fogadta el, így mindig áttevődött a következő évre a helyi önkormányzatok költségvetése. Most, mivel a parlament hamarabb fogadta el az ország költségvetését, így az önkormányzatoknak lehetősége van arra, hogy decemberben önmaguk is döntsenek, és ezzel elég sok önkormányzat él. Úgyhogy most egy picit konszolidáltabb a helyzet, még akkor is, hogyha azt olvassuk a sajtóba, hogy háborús veszélyhelyzet van Magyarországon. Hál' Istennek ez az önkormányzat gazdálkodására nem hat ki, és azt látjuk képviselőtársammal egyetemben, hogy normalizálódott a helyzet. Nyilván nem önmagától, hanem a városvezetés kemény munkájának köszönhetően, illetve nyilván a pénzügyi vezetés kemény munkájának köszönhetően. Annyit azért mindenféleképpen el kell mondani, ahogy Veres Pál polgármester úr viccesen szokott fogalmazni, az elmúlt 4 évben csak sáskajárás nem volt Miskolcon, mert a Covid 2 éve, utána az energiaválság, ugye 1 éve ott tartottunk, hogy energiaválság van, ami kihat az önkormányzatra. Most ez is megcsitult egy kicsit, tehát most azt mondhatjuk, hogy most van az első olyan időszak 2019-től a jelenlegi városvezetés történetében, amikor nyártól nyugodtan tudott készülni, nyugodtan tudta előkészíteni a költségvetést, nyugodtan le tudta a szakágakkal egyeztetni az előterjesztés lényegét, és decemberre előállt az az anyag, amiről azt gondoljuk, hogy a város minden részén komoly előrelépést jelent, és komoly előrelépést fog a miskolciak számára, az intézmények és a cégek számára jelenteni. Ennek tükrében mitől lesz más ez az új költségvetés a korábbi évekhez képest? Ugye valóban, ahogy frakcióvezető úr is elmondta, egy picit kint van úgymond a fejünk a vízbe, most az idei évben a jövő évi költségvetésre készülve, de azért még mindig láthatjuk azt, hogy azért a villamos energiára még mindig kétszeres a tavaly előttihez képest, vagy a telfőára is még mindig háromszoros, tehát továbbra is azért a rendkívül magas rezsijárakkal meg kell küzdeni a tervezésnél. Még mindig nem az a költségvetés és nem az az állapot, ami igazán ideális lenne, de így is elmondható az, hogy számos olyan területre igyekezett fókuszálni a városvezetés, amikor ez a költségvetés kialakult, ahol azt éreztük, hogy további forrásokra van szükség, azt láttuk, hogy további forrásokat igényel egy-egy terület. Így például, hogyha konkrétumokat akarunk sorolni, azt láthatjuk, hogy a MVK-nak nyújtandó támogatás az mintegy 650 millió forinttal több, mint az előző évi. Az előző événél is már elmondhattuk azt, hogy soha ilyen magas nem volt az önkormányzati támogatása a közösségi közlekedésnek. Az idei évben ez majdnem eléri az 5 milliárd forintot, tehát tavaly évben 4,3, az idei évben pontosabban, tehát 2023-ban nagyjából 4,3 milliárd forintról beszélhettünk, ez a 2024-es évben már több mint 4,9 milliárd forint lesz. Tehát azt láthatjuk, hogy soha ennyit nem költött még az önkormányzat közösségi közlekedésre, mint most. Mindemellett nyilvánvalóan itt is ugye az emelkedő energiaárakkal és az emelkedő mindenféle olyan költséggel, amivel egy közösségi közlekedés szervezésénél meg kell küzdeni. Azzal a Miskolcon is meg kell küzdeni, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy 2020 óta az állam nem teszi hozzá azt a normatívát, amit egészen addig minden évben hozzátett. Tehát ezzel most már több milliárd forinttal károsodott meg a miskolci költségvetés a kormánynak köszönhetően. Természetesen nagyon fontosnak tartotta a városvezetés az, hogy a miskolci városgazda, illetve a önkormányzati rendészet is megemelt támogatáshoz jusson. Ez a városgazda esetében nagyjából 600 millió forintra tehető a többlet a 23-as évhez képest.
a rendészet esetében pedig körülbelül 80 millió forintra, így a Városgazda nagyjából 3,2 milliárd forintban, a rendészet pedig közel 800 millió forintból fog tudni majd gazdálkodni 2024-ben, ami természetesen sok esetben a ott dolgozóknak a bérfejlesztésére is szükséges, illetve természetesen azt is várjuk tőle, hogy a munkaszolgáltatások színvonal emelkedjen, ezért láthatjuk, hogy a Városgazdánál is ez tetten érhető az utóbbi időben, elég csak a zöld és gondozott Miskolc programra gondolni, illetve a rendészetnél is az, hogy egyre több helyen megjelennek gépjárműves és gyalogos járőrök, és egyre nő az utcai jelenléte a rendészetnek, ezt a következő évben tovább kívánjuk fokozni. Mi határozza meg egyébként a költségvetésnek a kialakítását? Egyfelől, másfelől pedig mennyi idő, mennyi munka összeállítani ezt a költségvetést Miskolc vonatkozásában? A költségvetés mindig több hónap összeállítani. Most szeptember körül kezdődött. Nyilván a költségvetés bevételből és kiadásból áll. Én azt állítom, hogy 2024-ben minden idők legjobb költségvetése lesz, hiszen úgy, ahogy Szarka képviselőtársam sorolta, az élet számos területén jelentősen több forrás fog rendelkezésre állni. Azonban nyilván ez nem azt jelenti, hogy annyi pénze van az önkormányzatnak, mint amennyit szeretne. Amikor számba vettük azt, hogy mire kell költenünk és mennyit, és beérkeztek ezek az igények, akkor nagyjából az látszott, hogy körülbelül egy 20 milliárd forint kellene még pluszban ahhoz, hogy egy ideális működést lehessen a városba garantálni, olyan működést, ami már a utak felújítását jelenti, olyan, ami az általunk elvárt színvonalat jelenteni, de ez a plusz 20 milliárd forint, ez nem áll rendelkezésre, bár a bevételeink azok növekednek. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot azonban el kell mondani, hogy az, hogy a kormány sarcolja Miskolcot, és a Fidesz megpróbálja tönkretenni a várost, és a városvezetés és a frakció megpróbál ennek ellenállni, ennek egy ékes példája ez a költségvetés. De egy fontos számot hagy mondjak. Az úgynevezett szolidaritási adót, amit Miskolcnak fizetnie kell, ezt ismét megemelte a Fidesz. Még 2023-ban 3,6 milliárd forint szolidaritási adót kell fizetni, 24-ben már 4,5 milliárdot. Tehát a Fidesz nemhogy a közösségi közlekedést támogatná úgy, ahogy 30 évig mindig, hanem elvesz tőlünk a miskolciaktól. A Miskolcon megképzett adóforintokat elveszi 4,5 milliárd forint értékbe. Hát el lehet azt képzelni, hogy ha ez a 4,5 milliárdot nem venné el tőlünk a Fidesz, ebből mennyi mindent lehetne csinálni ebben a városban. Rengeteg beruházás és egy nagyon jó konszolidált működés lehetne. De hogy még ebben a nehéz helyzetben is előre akarunk lépni, ugye azért én is kiegészítve egy picit a sort, ami nekem is szívem csücske, például a salkaházi támogatás, amit idén már ki tudott fizetni a városvezetés, ugye 14 ezer forint mértékben. A salkaházi támogatást az eredeti ígéretnek megfelelően növeljük, tehát jövőre 2024-ben 15 ezer forint lesz a salkaházi támogatás összege, és tulajdonképpen itt az a értékállóság, amit korábban ígértünk, jövőre is meg fog valósulni, de ugyanúgy nem csak a salkaháziról beszélhetünk, hanem akár például a diák önkormányzat támogatásáról, ott is van előrelépés. Nagyon fontos, hogy elhangzott a közbiztonság előrelépés, és a város külalakjában, tehát a városüzemeltetésben a Városgazda feladatai, a közlekedési vállalat feladatainak a konszolidáltabbá tétele mind azt jelenti, hogy a költségvetés elfogadásával, amennyiben ezt jövő csütörtökön a közgyűlés elfogadja, akkor a város január 1-től egy jobb működést tud produkálni, és nagyon-nagyon fontos, hogy így, hogy előre hoztuk a költségvetés elfogadását, január 1-től a dolgozók bére is emelkedik, hiszen mindenki látja, hogy a Fidesz által az országban sújtott infláció miatt béremelésre van szükség. Ha nem most fogadjuk el a költségvetést, hanem mondjuk márciusban, akkor április 1-től lehet bért emelni. Ha most elfogadjuk, akkor január 1-től. És azt gondolom, hogy a miskolciak első körben az a 2800 család, akinek a város közvetlenül adja a fizetését, hogy január 1-től kapja a megemelt bért, nekik ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha a számokra fókuszálunk, akkor a 2024-es tervezett költségvetés milyen számokat tud felmutatni, szemben a korábbi évekkel összevetve?
A bevételeink bővülnek, tehát az iparűzési adóbevétel is bővült. Itt az nagyon-nagyon fontos más városokkal szemben, hogy a Covid alatt is, amikor jelentős visszaesés volt az országban a termelés szegmensben, vagy a termelő szegmensben, akkor nagyon sok önkormányzatnak drasztikus adóbevétel kiesése volt. Miskolcnak is jelentős, de a többi városra összehasonlítva nem olyan sok. Ez azért volt, mert nem egy-egy nagy befizető teljesíti, hanem Miskolcon jellemzőbbek a több kisebb vállalat, tehát hogyha az ipari parkokat nézzük, ugyanazok nagy cégek, több száz fős cégek, de nem egy cégre van felépülve az egész város gazdálkodása, mint mondjuk egy Kecskemét, hogy ott a Mercedes, ha termel, akkor jön az adó, ha nem termel, akkor alig jön az adó. Miskolcon ugye a legnagyobb befizető a Bosch, de számos kis cég. De 23-ban jelentősen növekedett, több milliárd forinttal, 2-3 milliárd forinttal, és nyilván az állami normatívák is növekednek, tehát az önkormányzatnak több mint 5 milliárd forinttal nagyobb a mozgástere, csak ugye azt említettem, hogy a jó működéshez, az igazán jó működéshez 20 milliárd forint pluszra lenne szükség, és arra lenne szükség, hogy a Fidesz ne vegye el ezt az összeget. Tehát, hogy növekszik a helyi iparűzési adó, a Fidesz meg növeli a szolidaritási adót, ez teljesen elképzelhetetlen, hiszen az a pénz itt képződik meg Miskolcon, az a pénz a miskolciaknak jár, és nem a központi költségvetésbe. Ugye egyelőre a 2024-es költségvetésről még csak feltételes módban tudunk beszélni, ugyanis, ahogy a felvezetőben is elmondtam, december 14-én ül össze a közgyűlés. Mire számítanak? Arra számítunk természetesen, hogy ez a költségvetés a közgyűlésben többséget fog kapni. Nyilvánvalóan az a gyakorlat, azt gondolom minden költségvetés kapcsán, hogy ezt az ellenzék nem szokta megszavazni. Erre fel vagyunk készülve most is. Minden esetre az azért látszik, hogy Fidesz-KDNP és képviselők oldaláról sem nagyon hangzottak el konkrét javaslatok, konkrét kritikák ezzel a költségvetéssel kapcsolatban. Hiszen bár mindig természetes az az ellenzéki hozzáállás, hogy mindenre több forrás szükséges, de itt, hogy az előzőekben felvillantottuk azt, hogy mely területekre mennyivel több anyagi eszköz fog majd rendelkezésre állni a 2024-es évben. Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára örvendetes, annak a számára is, aki nem tervezi megszavazni ezt a költségvetést. Itt természetesen arra készülünk, hogy többséget fog kapni a közgyűlésben. Ugye jelenleg, és azt gondolom, hogy nem árulunk el titkot, hiszen a Híradóban is és a Minapon is olvashatták az olvasók és a nézők, hogy ezért a frakciószövetségen belül is jelenleg konfliktusok vannak. Mi történik akkor, hogyha mégsem lesz többség a költségvetés szavazásakor? Hát nyilván a költségvetés elfogadáshoz a képviselőtestületnek a feladata. Én azt tudom mondani, hogy ez idáig módosító indítvány, ugye ez úgy működik, hogy a közgyűlés ez egy előterjesztést tárgyal. Az előterjesztést a városvezetés beterjeszti. Amelyik képviselő valamivel nem ért egyet, az bead egy módosító indítványt, ugye hétfőn napközben lehet még módosító indítványt beadni. Ez idáig tudomásom szerint módosító indítvány nem érkezett. Erre mondhatnánk azt, hogy ha nincs módosító indítvány, akkor a képviselők egyetértenek a kiküldött költségvetéssel, és ha egyetértenek, akkor el fogják fogadni. Nyilván egy tisztességes és hiteles képviselő így teszi. Ha nem ért vele egyet, akkor bead egy módosító indítványt. Nyilván a módosító indítványt a városvezetés megvizsgálja. Reális, nem reális, szükség van rá, nem? Kialakítja az álláspontját. Abban a nem várt esetben, hogyha nincs módosító indítvány és mégse kapna többséget, akkor azok a képviselők nyilván el fognak számolni a lelkiismeretükkel, meg a választóikkal is, akiknek például nem emelték fel a bérét, vagy a városgazda nem kapja meg azt a plusz forrást, amivel január 1-től magasabb szinten tudja akár a havat, akár a faleveleket, vagy bármit ugye eltakarítani. Tehát tulajdonképpen azok a képviselők, akik nem fogadják el, én azt állítom, hogy január 1-től a város ellen egy merényletet, egy bűncselekményt követnek el. Tehát ezt szerintem mindenki mérlegelheti, mindenki átgondolhatja, hogy esküjéhez híven fog eljárni, hiszen mi arra esküdtünk, hogy Miskolc város javát szolgáljuk. Mi azt mondjuk, hogy ez a költségvetés szolgálja Miskolc város javát. Ha valaki nem fogadja el, az nem Miskolc város javát akarja szolgálni, hanem a saját politikai érdekeit, ezzel nyilván el fog számolni.
jogi értelemben a költségvetés elfogadható később is, tehát a közgyűlés tárgyalhatja később is, de ha nincs módosító indítvány, akkor mit tud később tárgyalni nagyjából ugyanezt az anyagot. Végső soron pedig ugye egy másik város példája kapcsán kiderült, hogy a kormányhivatal is jogosult a költségvetést elfogadni, akkor, hogyha a képviselőtestület nem tud élni a törvényi jogával és felhatalmazásával. Tehát, hogyha gyakorlatilag ezt a december 14-i ülésen valamilyen okból mégsem fogadják el, akkor az tulajdonképpen módosító indítvány nélkül, akkor az tulajdonképpen időhúzás? Mondhatjuk akár időhúzásnak is, de ugye, ahogy azt már beszéltük korábban, itt éppen ez az egyik aspektus fontos számunkra a költségvetés decemberi elfogadásával kapcsolatban, hogy sok olyan intézkedés már január 1-jével hatályba tudjon lépni, ami úgy gondoljuk, hogy a miskolciak nem csak az önkormányzati dolgozók, de minden miskolcinak a javát szolgálja. És ugye a hosszú távon pedig a költségvetés nem elfogadása, most bármilyen politikai vita vagy egyetnemértés előfordulhat, de egy költségvetésnek az államfogadása az azért súlyos következményekkel járhat, akár a dolgozók bérét, akár az önként vállalt feladatokat, mint például a sarkaházi támogatást tekintve. Tehát azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy aki most erre a költségvetésre nem már szavaz, az mind arra, amit felsoroltunk, a sarkaházi támogatás megemelésétől, a MVK támogatásának az emelésén keresztül a városgazda vagy a rendészet támogatásáig, az minden ilyesmire nemet mond. És ezzel valóban január 1-től kezdve el kell majd számolnia nyilvánvalóan a választók felé. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tartsanak velünk továbbra is. Műsorunk második részében ide a stúdióba invitáljuk Önöket, hiszen újraindul a Miskolc Televízió karácsonyi műsora. Az Én Karácsonyom című magazinban ismert miskolciak ülnek kameráink elé, és mesélnek nekünk karácsonyi élményeikről, emlékeikről és hagyományaikról. Nézzék meg, hogy alakult át a stúdió, és kik érkeztek vendégségbe. November végén ünnepi díszbe öltözött a Miskolc TV nagy stúdiója. Karácsonyfák, havas ágak, csillogó gömbök, gyertyák, manók és szikrázó égősor. A meghitt hangulathoz minden adott volt, és természetesen a kamerák is forogtak. Mutatjuk, hogy alakult át néhány óra alatt a stúdió. A stúdiónak ezt a részét jobban ismerhetik. Itt készülnek a Kilátó című közéleti magazin felvételei. Az ünnepi időszakban azonban a helyiség másik része is fontos szerepet kapott. A díszítő elemeket a Szilki virágajándék és dekorációs nagykereskedés szállította a televízióba. Felkért minket a Mikom, hogy egy ünnepi műsorhoz hozzunk elékeket a háttérbe. Előzetesen kijöttünk, megnéztük a stúdiót, ugye ez nem egy szokványos helyszín, vagy egy épület, vagy egy cégnek az imidzsét kellett visszaadni, és az adott körülményeknek megfelelően választottuk ki a díszeket, hiszen adott volt egy semleges kék háttér, amihez igazodnunk kellett, illetve egy nagyon szép zsályaszínű kanapé, amin a nyilatkozók fognak részt venni, és ehhez kellett megválasztani a megfelelő hátteret. Mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen jeges, havas, de mégis egy nagyon pici meleget, egy kis aranyat viszünk ebbe a háttérbe. Így hoztunk egy nagyon szép idei slim havas fenyőfát, illetve egy hagyományos 180 centis szintén havas fenyőfát, amelyet sötétebb kékekkel, világosabb kékekkel, vízkékkel, jégkékkel díszítettünk, és hogy legyen egy kicsit barátságosabb a hangulat, így kapott egy kis arany színezetet is, tehát pici arany gömbök, arany kiegészítők kerültek bele. Néhány nappal később pedig érkeztek az interjú alanyok. Az Én Karácsonyom című ünnepi műsor sok év kihagyás után idén újra elindul. Szerkesztőségünkbe 3 nap alatt összesen 14 ismert miskolci érkezett. Meséltek nekünk karácsonyi szokásaikról, emlékeikről, hagyományaikról. Megosztották velünk ünnepi gondolataikat, és azt is, hogy mitől lesz igazán szép az idei karácsony.
Az idei év egy nagyon fontos fordulópontot jelent az életemben. Szerkesztőségünk oszlopos tagja sem maradhatott ki a megkérdezettek sorából. Koródi Tímeával, televíziónk egyik felelős szerkesztőjével már majdnem egy éve nem találkozhattak nézőink. Márciusban adott életet kisfiának, így az idei ünnep, ahogy ő fogalmazott, az eddigi legszebb lesz. Azt veszem észre, hogy sokkal érzékenyebb vagyok, sokkal inkább készülök lélekben erre az ünnepre. Már november eleje óta karácsonyi és Mikulás napi dalokat énekelgetek a kisfiamnak. A műsor felvétele után azért azt is elárulta, hogy a karácsonyi időszakot a tévénél is nagyon szerette. Csak nem 10 éve dolgozom a Miskolc Televíziónál, mint szerkesztő riporter, és számtalan ilyen ünnepi magazin elkészítésében részt vehettem. Nagyon szerettem többek között az ilyen Én karácsonyom forgatásokat is. Ilyenkor ugye a hétköznapokból, mintha picit kiszakadnánk, jobban át tudjuk érezni az ünnep varázsát, és különleges dolognak tartom, hogy idén a vendégeként vehetek részt ennek a műsornak, és én beszélhetek arról, hogy milyen is lesz az idei karácsony. Ki hogyan díszíti a fát? Nálunk a szokás az a nagyon, nagyon dús, nagyon színes, nagyon minden rajta van. Szaloncukor. Én szaloncukorral együtt, igen. A lilieknél inkább letisztult. Ugye az ilyen igen, egyszerű. Igen, ez a 2-3 szín, ilyen letisztult, szép fazon, de hát próbáltunk kompromisszumot kötni, úgyhogy lett 3 szín, meg szaloncukor. Hát, hogy is is. A stúdióba kollégánkon kívül színészek, sportolók, speciális mentők, zenészek, egészségügyi dolgozók érkeztek. Itt volt például a Sky Fanatic frontembere Nahaj Péter is. Nagyon örülök, hogy elindul újra ez a műsor, hiszen érdekes betekinteni mások karácsonyi készülődésébe, életében, és kifejezetten örülök, hogy én is megoszthatom már a családomról is a készülődést, illetve azt is ugye, hogy ilyen szépen be van rendezve a stúdió, már nálam is itt elindult ez az igazi karácsonyi érzés, érzem az almásfahai illatot, úgyhogy már most kezdem itt a karácsonyra való készülődést. Ahány ember és ahány család, annyi karácsony. A műsor összeállításakor igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy minél több szemszögből be tudjuk mutatni a szeretet ünnepét. Tulajdonképpen ez része lett az életemnek, hogy a karácsony az a nézőké. És az első ilyen színházi karácsonyomra nagyon emlékszem, Bohém életet játszottunk, és a harmadik felvonás elején, amikor felment a függöny, és egy ilyen vetített hóesés volt a színpadon, és a nézőtérről valami olyan, mert ugye hát egy karácsonyi történet, ugye a Bohém élet, és a nézőtérről föláradt valami olyan hála és szeretet, hogy mi ezt most nekik eljátsszuk, elénekeljük, és valami olyan elképesztő energiák, pozitív energiák működtek ott a nézőtér és a színpad között, hogy az megrendítő volt. Ezért a Miskolci Nemzeti Színház színészeitől megtudhatják, milyen, amikor az ünneplésre tényleg kizárólag 2-3 nap áll rendelkezésre. De olyanok is meséltek nekünk, akik sokszor még szenteste is a hivatásuknak élnek. Sokadik karácsonyt töltjük el úgy, hogy ugyan a család az készül, a párom az öltözteti a házat, illetve a karácsonyfát, a gyerekek is segítenek, én is kiveszem a részem a karácsonyból, de valahol ott van az, hogy mindig megcsörren a telefon, és valahova menni kell. Például erre a tavalyi év, amikor december 24-én 14 óra után egy kicsivel jött egy hívás a Nyéklátháza és Ónod közötti úton, pont a családhoz igyekvő fiatalember talált egy elgázolt egerészőjévet az út közepén. Hát ugye ilyenkor nem mondhatom azt, hogy bocsi, karácsony van, és nem megyek érte, hanem ilyenkor autóba ülünk és elmegyünk érte. Ugyanígy a Spider mentőcsoport tagjai is azonnal segítenek, ha szükség van rájuk. Nem számít, hogy milyen nap vagy milyen ünnep van éppen. Nekünk szerintem minden éven ugyanúgy telik a ráhangolódás a karácsonyra, abban a tekintetben, hogy mi soha nem tudjuk, hogy mikor kapunk riasztást, és mindig minden úgy van megszervezve, hogy bele van kalkulálva, hogy akár a családot hátrahagyva is menni kell. És volt ilyen karácsonyunk, hogy Szenteste napján is a vízen voltunk, vagy kerestünk, úgyhogy ezért ez mindig ott van a levegőben, hogy bármilyen programtervezés van, abban mindig bele kell kalkulálni.
ezt a tevékenységet, hiszen az egész életünk erről szól. A karácsonyi időszak ennek ellenére mindenkinek fontos valamiért. A hagyományok, a titkos receptek, az ízek, a színek és az illatok különleges hangulatot teremtenek minden otthonban. A mézes zserbó. A mézes zserbó az mindig elkészült, de amíg a lányok kicsik voltak, addig építettünk mézes kalácsházikót, és akkor azt mindenféle dologgal, gumicukorkával és mindennel feldíszítettük, de a mézes zserbó az mindig az anyai, azt még előbb a nagyanyai örökséget hozva magunkkal, az mindig úgy, az szerint a recept szerint készült. A kedvenc sütemény, a film, az étel vagy az ital mindenhol más. A mézes kalács recept sincs kőbevésve, egy dologban azonban mindenki egyetért. A legfontosabb a család és az együtt töltött idő. Nekünk így a karácsonyi időszak november végén már elkezdődik, a születésnapommal elindul így az ünnepi időszak. Nekem ez az egyik kedvenc időszakom, én imádom a karácsonyt, és az egész családom nagyon oda van így a karácsonyi ünnepért. Tényleg annyira jó érzés, hogy mindig együtt van a család, nem csak a szűk család, hanem így a távoli rokonság is ilyenkor így össze tud ülni. És tényleg szerintem ez az egyik legszebb ünnep az évben, úgyhogy nekem az egyik legszebb időszakba tartozik. Végezetül frappánsabb műsorajánlót alig ha tudtunk volna készíteni attól, mint amit a Jegesmedvék jégkorongozója Szirányi Bence fogalmazott meg az interjú végén. Ha tehetitek, nézzétek meg az Én Karácsonyom című műsort, mert sok-sok közszereplő és köztük sportoló, mint én, is elmeséljük, hogy milyen a mi karácsonyunk. Sziasztok! Boldog karácsonyt! Az Én Karácsonyom ünnepi műsor december 23-án, 24-én, 25-én és 26-án kerül adásba. Kedves nézőink, ennyi fért a mai kilátóba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzenek minket jövő héten is. Viszontlátásra!